Together for Cohesion együtt a kohézióért kampány részeként szerveztünk egy lezáró webináriumot az európai kohéziós politikával kapcsolatos bevált gyakorlatok és ajánlások megosztására. Azonban mielőtt beletekintünk a gyakorlatba, tekintsünk vissza a múltba. Az 1986. évi egységes európai okmányban meghatározott európai kohéziós politika alapvető fontosságú az EU gazdasági és társadalmi kohéziója szempontjából. Célja a régiók közötti különbségek csökkentése és a fejlődő területek növekedésének támogatása. Az évek során több száz projekt részesült előnyben az EU regionális politikai programjainak beruházásaival. A kulcsfontosságú előnyök: munkahelyteremtés, üzleti versenyképesség, gazdasági növekedés, fenntartható fejlődés, infrastrukturális fejlesztésekbe és az egészségügyi ágazatba történő beruházások, valamint a polgárok életminőségének javítása. De hogyan segíti az EU kohéziós politikája a polgárokat a válság idején? Az EU koronavírus reagálási beruházási kezdeményezésén keresztül, nemzeti társfinanszírozások mellett még nem elkülönített kohéziós politikai alapokat mozgósítottak a COVID-19 elleni küzdelemhez. Ezeket felhasználják orvosi berendezések és eszközök biztosítására, a hatóságok támogatására, kis- és középvállalatok megsegítésére, a legsebezhetőbbek védelmére, a létfontosságú ágazatok támogatására, és biztosítja a strukturális alapok felhasználásának rugalmasságát. És mi a helyzet az Európai Unió új költségvetésével? A kohéziós programok finanszírozását 55 milliárd euróval kell növelni. A felülvizsgált költségvetés egy zöld, digitális és szociális Európára koncentrál. Támogatja az egészségügy, a kultúra és az idegenforgalom ágazatait, továbbá a kis- és középvállalatokat, az ifjúságot és a válság által legjobban sújtottakat. Az Európai Unió kohéziós politikájának ismertetése nem könnyű feladat. Először is szkeptikus és populista vélemények gyakran hibáztatják az Európai Uniót regionális problémákért. Ezért nagyon fontos megmutatni az összes tagállam számára az Európai Unió által kínált előnyöket. Másodszorban tendencia, hogy a nemzetállamok felhasználják a kohéziós politika előnyeit úgy, hogy közben elfedik az Európai Unió fontosságát. Továbbá az egyre növekvő centralizáció által különböző régiók és városok elvesztik befolyásukat a kohéziós politikára, hiszen ez inkább az adott kormány kezére kerül. A régiók és a városok azonban jobban megértik, hogyan lehet a legjobban befektetni közösségeikbe és hatással lenni közösségeikre. Végül az Európai Unió kohéziós politikájának finanszírozása könnyen felhasználható más célok elérésére is. Ez a költségvetési bizonytalanság gyengítheti a kohéziós politikáról alkotott képet. Tehát hogyan lehet eljuttatni az üzenetet? A kommunikációs kampány megtervezésekor ennek a négy kérdésnek a feltevésével kell kezdeni. Mit, kinek, hogyan és miért? And what do you want to tell your audience? Second of all, you need to know who is your audience, who do you want to talk to? In our specific case, it's a little bit more complicated, because it's a general public, it's basically everyone. For campaign, usually it's much better if you have a more specified audience, let's say by age or location or gender. It's much better because then you know the specifics of your target groups and it's better to target them with your key message. How? Meaning, what channels do you want to use and what strategy do you want to take? And then it leads to the most important thing, in my opinion, and it's also important for everyone doing every campaign, is why. And now you're probably thinking, oh, he's telling us some basics, 101 communication stuff, and I agree with you, but you would maybe be surprised how many people don't know what they want to tell and why. Az európai kohéziós politikáról való kommunikáció során kihívásokkal kell szembenézni. Hogyan lehet legyőzni ezeket a kihívásokat? Get to know your target group better and assess the level of knowledge before putting the communication material out, a press release, a key message. Ask your loved ones, ask your family, ask your friends who normally have much less information on the topic if they understand what you're trying to say. Engage your target group in the campaign in the first place. So you can have an interview with some of the representatives of your target group,
to create some content with them directly. And it also brings kind of a personal touch to the campaign, put some emotions in it, to put emotion aside on the campaign. In this case, we were trying to do it by involving some sort of stories, how the projects supported from cohesion policy before help the situations in the regions or change the situations in any way, so that there are some stories that people can better identify with. Our challenge is to try to involve citizens and bring Europe near to them, so as to shorten distance between European institutions and European citizens. It can be done by trying to explain in simple language how much European policies can become part of everyone's daily life. Egy másik fontos dolog, amelyet szem előtt kell tartani, a partnerségek kiépítése. They help all the partners to improve citizens, to perform their rights and to ensure their representation. They create benefit for both sides because our partnership was based on the solid joint commitment and understanding. We are all committed to joint learning. We learn from each other values, from experiences and sharing and communicating. The partnership, connects individuals across function, location and organization, and also creates space for learning, creativity, innovation, development and joint practices. Foglaljuk össze, amit most megtanultunk. Tartsuk mindig szem előtt a következőket. A kommunikáció történjen időben, legyen egyedi és legyen online.